Sziasztok! A GSM Online heti videóját látjátok. Ezen a héten a HTC egyik legújabb androidos okostelefonját, az Incredible S-t teszteltük. Ezen a készüléken még a 2.2-es verziójú Android fut, azonban már a legújabb HTC Sense fut rajta. A készülék érdekessége a forma világában rejlik, ugyanis egy rendkívül innovatív és érdekes formatervet kapott, azonban ez egy csúcstudású készülék egy kompakt mérettel, semmi különöset nem tudunk elmondani elsőre róla, a legtöbb információ belsőben rejlik, erre részletesebben most fogunk beszámolni. Kezünkbe fogva HTC Incredible S telefonnak a dobozát, szokásos HTC érzés fog el minket. Annyi a különbség, hogy az eddigiekhez képest ez egy fekete doboz, nem a megszokott fehér, de a hasonló hülye módon nyílik, rázogatni kell, kijöjjön belőle a lényeg. Legelső lapon találjuk ugyebár a készüléket, nincs sehol egy vájat, nem tudom kiszedni, borul. Ez alatt találjuk a leírásokat tartalmazó kis borítékot, itt pedig az alapvető tartozékok, az USB töltő hajzata, az adatkábel és a közepes minőségű stereo headset található. A HTC Incredible S rendkívül érdekes formatervvel rendelkezik, ez a hátlapon nyilvánul meg. Egy tulajdonképpen szerintem egy SIM-kártyát formázó domborulat van a hátlapon. Egy érdekes gumírozott, talán vagy gumírozott hatású műanyagból készült. Az új lenyomatokat gyűjti, miért ne gyűjteni, viszont a kezünkből nem csúszik ki a készülék, tényleg tapad. Azonban ez a domborulat, ez pont úgy van kialakítva, lehet, hogy csak az én kezem ortopéd, hogy abszolút nem fekszik a kézbe a telefon, nem esik jól használni. Készülék hátoldalán ugye találjuk kamerát, ez egy 8 megapixeles kamera, HD videó felvételre képes. Olyan nagy különlegességet nem mutat, minőségi felvételeket készít, a videó is nagyon szépek. Ha fordítunk egyet a készüléken, akkor itt találjuk a fedetlen USB csatlakozót és a hangerő szabályzó gombokat. Az előlapon találjuk a kijelzőt, ez egy 4 incses kijelző, nagy felbontással kijelző felett találjuk az 1,3 megapixeles kamerát, alul pedig a szokásos Android érintő gombokat. Másik oldal teljesen üres, készülék alja is üres, tetején viszont találunk egy jack hajzatot és a kikapcsoló és kijelző lezáró billentyűket. A HTC kijelzője nem hozza a technika maximumát, ugyanis ez nem egy AMOLED panel, hanem egy egyszerű SLCD 800x480 pixel felbontásra. Ennek ellenére baromi kontrasztos, tényleg jól olvasható, és szép a képe, színhelyes, mindent el lehet róla mondani, ami pozitív, annak ellenére, hogy tényleg nem egy szuper AMOLED kijelző. A készüléknek 4 gyorsgombja egyedi funkcióval bír, ugye szokásos androidos gyorsgombok, azonban van egy kis újítás, nevezetesen, ha én elkezdek mondjuk egy SMS-t írni, mondjuk egy levelet, és a készüléket elforgatom, akkor vele együtt fordulnak a gyors gombok is. Funkcionalitását tekintve semmi értelme, ellenben baromi jól néz ki. A készülék hátlapja alatt találjuk az akkumulátort, egy jó teljesítményű akkumulátorról beszélünk. A turpisság az akkumulátor alatt rejlik, konkrétan meggyűlik vele a bajunk, és az akut kiszedem. Itt találjuk a SIM-kártya foglalatot. Ide, ha én becsúsztatok egy SIM-kártyát, lehetetlen belőle kijelölködni ezt a nyomvadkártyát. Biztonságos, mert nem mozdul el, meg nem esik ki, de akkor is kín szenvedés, míg kijön belőle a SIM-kártyád. Mint már említettem, a készülékem az újabb fajta HTC Sense fut. Viszonyítási alapként itt van még a régi HTC Sense-szel futó dizájnér. Első körben a különbség, amit észreveszünk talán, hogy a gyors gombok a kijelzőn eltérőek. Itt egy egyszerű jelenetváltozáshoz visz minket, tehát egy testre szabás menübe. Ellenben a régin csak simán a widgeteket, applikációkat és a gyors gombokat tudjuk kirakni a panelre. Hasonló menü a régi Sense-ben nincs. A Sense felület másik érdekessége, jelenetváltoztatáson kívül, hogy ugyebár több oldallal operál, ez így volt a régiben is, azonban az oldalak sorrendjét a régiben nem tudtuk személyre szabni, az újban azonban erre is lehetőség van, csak kiválasztom, áthúzom egy új helyre, és ugrál az egész, felcserélhetem az ablakok sorrendjét, tetszés szerint váltogathatom a kezdőképernyőt, szépen sorrendben átúsznak, majd ugyanúgy pinch zoommal vissza tudok menni az eredeti képernyőre.
másik eltérés a két készülék között, ugyebár a Desire-ön beszélhetünk hardveres kurzorról, ezt mellőzték az Incredible-esen, ezért itt különböző navigációs billentyűk vannak, amivel a szavak betűi között is ugrálhatunk akár, de a menüben lépkedést, illetve itt a panelen lépkedést is segíti. Ilyen a kezdőképernyőn, illetve konkrétan a menüben nem létezik, tehát itt nem tudok csak a kijelzőre hagyatkozni, szemben a Desire-nek a hardveres gombjával. Eltérő még a két készülék kijelző paneljének az érzékenysége is. Ezt mondjuk a videón nem fogjátok látni, de nem kell egyszerűen hozzáérnem a készüléknek a kijelzőjéhez, míg a régit ugye megnyomtam, határozottan szépen belelépett a menübe. Ha csak fölé tartom milliméterekkel, nem azt mondom, hogy fél centi vagy egy centi, tehát nem tudok vele varázsolni, de ha nagyon közel teszem az ujjam, már akkor is érzékeli és belelép a menübe, vagy éppen az aktuális hivatkozásra kattint. Zenelejátszás terén jól teljesít a HTC új telefonja, albumképeket betölti, MP3 formátumban ugye az album és száminformációk alapján rendezi az előadókat. A legnagyobb újítás, ami a régi HTC-kben nem volt, hogy a gyors menüből akár YouTube videókat is kereshetünk az éppen aktuális zeneszám alapján. A tesztünk végére elmondhatjuk, hogy a HTC Incredible S egy nagyon jó használható készülék, tényleg HTC minőség, HTC színvonal és a rajta futó Sense User Interface is nagyon eltalált, nagyon jót tett neki ez a frissítés. Meglehetősen érdekes a formaterve, érdekes a kialakítása, akinek ennek ellenére tetszik és meg tud barátkozni a gondolattal, hogy ilyen készüléket hordjon magával, az nyugodtan megvásárolhatja, csalódást nem fog érezni. A HTC Incredible S készülékről részletes tesztünket és képgalériánkat www.gsmkötőjeonline.hu oldalon olvashatjátok, várunk titeket következő tesztünkre is. A tesztkészüléket a VIP font biztosította rendelkezésünkre, ezúton is köszönjük nekik.